Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 1-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen megjelenik az ördög. És ha az ördög ott van, akkor ott hamisságokról van szó, hazugságokról, de arról is lehet szó, hogy furcsák a gondolatai, nem bízik önmagában, és ez nem jó, hogyha például ilyen gondolatai vannak, hogy ez úgysem sikerül, vagy én nem vagyok értékes arra, hogy megkapjam azt, amit szeretnék az élettől, tehát erre is utalhat ez a kártya, mert ennek szimbolikus jelentése van. Amit még jelenthet, hogy a közelében vannak hamis emberek, akik becsapják őt, és ő ezen most elgondolkozik. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ez a kártya mutatja, hogy ő most hogy érzi magát. A kettes szám utal a vágyakra, egy párkapcsolatra, te és ő. Te, ez a kettes szám lehet egy szerződés is. Ezen a kártyán látható a tűz eleme, ami mutatja az ő erejét és bátorságát. Előtte van a glóbusz, ami földünk. De ő nem figyel oda. Pedig ezek a reális dolgok. Ez lehet ez a hazugság, ez a becsapás, amit az ördög itt mutatott az első képen, de ő elfordul ezektől a témáktól. Keres egy új irányt. Valami lelkesíti őt, de még olyan visszahúzódó. Inkább az égi hatalomban hisz. És át akarja tenni magát a félelmeken, a bizonytalanságokon. Ez a két bot kettőtöket szimbolizál. Az egyik botot a kezében tartja. Ez őre utal, az ő jelenlegi helyzetére. A másik bot ott van mellette, az rád vonatkozik. Te ott vagy mellette, de nem mer téged megérinteni. És most megtekintjük azt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt ezen a képen a hatos szám a múltra utal. Ő lezárja a múltat, és az irány lesz egy új lehetőség. Ha megnézzük a kardokat, akkor ott látható, hogy ennél a magasabb személynél a hátizsákban 4 kard van. A 4-es kard utal a biztonság érzetére. Ő cipeli ezt a múltból. Az azt jelenti, nehéz lezárni a múltat, mert ő hisz még mindig abban, ez nyújtotta számára a biztonságot. A jövő az ott elől látható, ez az irány, ez a két kard, és ez a kettes szám utal párkapcsolatra, vagy előnyös szerződésekre. És ilyen irányban mozognak az események. Amit még ezen a képen láthatunk, a fények. A múlt az olyan szürke, ezt le kell zárni. A jövő az fényes. És a kardok nem csak az irányt mutatják, ami előre viszi ezt a csónakot, hanem ha megtekintjük a képet, akkor láthatjuk, hogy mutatja az égi irányt is. És itt lesz segítség az isteni hatalomból, ebben kell bízni.
És most megtekintjük a napi kártyát. Itt látható a ravasz róka. Ugyanúgy, mint ez az ördög, jelenti a hazugságokat, vagy azt, hogy valaki becsapja őt, neki most óvatosnak kellene lennie. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!